Köszöntjük Harkányi Endrét az Egyesület a Magyar Szinkronért interjú sorozatában, amelynek keretein belül a magyar szinkronizálásról és annak a történetéről szoktunk beszélni. És első kérdésként talán azt tenném fel, hogy milyen véleménnyel van a szinkronizálás, a magyar szinkronizálás folyamatáról, történetéről, egy sikeres folyamatnak tudja-e, vagy pedig kevésbé tartja sikeresnek? Én a szinkront is bizonyos fokig művészetnek találtam, mert úgynevezett gépművészetek, hát ilyen volt a rádió, vagy a szinkron. Én akkor kezdtem bekapcsolni igazából a szinkronizálásba, amikor megalakult a Pannonia Filmstúdió. Na most a Pannonia Filmstúdió az óriási eredményeket ért el ebben a műfajban. Azért, mert közelebb hozta ezeket a külföldi filmeket a magyarok egyszerű embereihez, akik nem tudtak idegen nyelvet. De nem csak ez volt a jó ebben, hanem abban az is jó, hogy a szinkronizálás olyan művészek végezték, akik képességükben, tehát tehetségükben, kvalitásban szerintem közel is álltak azokhoz a művészekhez, akiket szinkronizáltak. Hát itt mondhatok példákat, például ilyen volt a Szabó Gyula kollégám, aki egyesek szerint még jobb is volt, mint a szinkronizált művész. De sok olyan kritika is volt, hogy egy kevésbé sikeres külföldi filmet sikeressé tették a magyar művészek szinkronjai. És hát ez egy nagyon nagy dolog volt. Tudna példát említeni esetleg erre? Hát persze, hát tudnék például az fantasztikus volt a Humphrey Bogart és a Váradi Hédi szinkronizálása a Casablancában. Az csúcs volt, az szerintem, és mások szerint is szerintem egyenértékű volt azokkal az alakításokkal, amit láttunk. Hát aztán nem beszélve azokról a rajzfilmekkel kapcsolatos munkákkal, ami szintén élvezetes volt, mert ott sok minden érdekes dolgot lehetett csinálni. Ott volt a VUK, ott volt a Mézga család, ami aztán mint egy bélyeg rajtam is maradt. Akárhova mentem, mindig kiabáltak utána a gyerekek. Az én kedves emlékem a Hófehérke és a Hét törpével kapcsolatosan azt a Gerhard Pál rendezte. Igen, rendezve. Irtó boldogok voltunk, mert hát a törpéket kellett szinkronizálni, és hát jött, összeszedték az összes törpéket, a Márkus Lászlót, a Csákányi Lászlót, akkor a Váradi Hédit, meg hát az ezeket, és én voltam a legkisebb törpe, a Kuka. Na most nem kronológiailag vettük fel ezeket a dolgokat, hanem részben. Az én részem az akkor, az én szinkronizálásom akkor történt a szereppel kapcsolatban, amikor a Hófehérke a fölébred az ágyból és kérdezi, hogy te ki vagy, és akkor mindenki mondta, hogy én vagyok a Morgó, én vagyok a Videó, én vagyok a nem tudom, és hát te ki vagy? Kérdezték, és a Kuka így felszólt, elpirult, elsápadt, megnőttek a fülei, kitágultak a szemei, és nem szólt semmi. És azt mondta a Márkus Laci, aki aztán a Vidort játszott, hát ő a Kuka, hát ő azért Kuka, mert nem tud beszélni. Úgyhogy én 6 napig szinkronizáltam a Néma szerepet. És kaptam a fizetést minden nap. Egy ilyen paraván mögött jártunk, és hát ezzel mulatott aztán az egész stáb. Ez nekem egy érdekes. De például a Mézga család az úgy készült, az viszont egy érdekes módon, hogy nem a rajz készült el előbb,
hanem a hangfelvétel. És azt jól tudom, hogy Nepp József igen. volt az, aki rendezte a szinkront is, igen. nem csak a rajzfilm elkészítését? Erre nem tudok válaszolni, nem emlékszem rá. Uh-huh. De egy biztos, hogy úgy válogattak ki már a színészeket, a hangokat úgy választottak ki, hogy azokból rajzolta a figurákat. Tehát ez is egy nagyon szép dolog volt. Uh-huh. Tehát pontosan tudta, hogy kinek milyen hangja lehet, és ahhoz rajzolta meg a figurákat. Úgyhogy rendkívül jó volt, mert egyrészt egy ilyen Mézga családnak az egyik részét azt tulajdonképpen egy óra alatt felvettük. Aztán ők már rajzolhattak évekig. Először készült hozzá a hang. És együtt csinálták? Tényleg együtt volt mindenki a felvételek során? Persze. Ez nagyon könnyű volt, hát egy óra alatt lement az egész. Olyan volt, mint egy rádiójáték, ugye? Fölvenni. Olyasmi. Sőt, még rövidebb, mert hát ezek 20 perces vagy 30 perces dolgok. A Nepp Jóskával föl akartuk újítani, és csináltak egy promóciós filmet is. Ez nekem is rémlik, mintha láttam volna. Egy promóciós filmet nem olyan régen, ugye? Igen, egy vagy két éve, vagy ne több. Nem kellett a kutyának sem. Szóval be akart újra indítani egy mai közelebbi témákban meg minden, és hát aztán megvolt akart, a színészek is megváltoztak már, hát a Győr Ilona meghalt szegény, akkor a Tomanek Nándor az már nem volt, a Bárdi Gyuri nem volt, ők váltották egymást, csak én maradtam. Hát. Egy rövid történetet elmesélek ezzel kapcsolatban. Nekem volt egy amerikai származású tanárom középiskolában. Ő az Egyesült Államokban nőtt föl, és amerikai volt a felesége is, gyermeke is, és idejött a 90-es években angolt tanítani. És ő azt mondta, hogy szerinte a legjobb, valaha született legjobb magyar szórakoztatóipari produkció az a Mézga család. Mondta, hogy az a kedvence. Ez hogy lehetett? Nem, nagyon tetszett neki. És ő azon tanult meg valamennyire magyarul. Nagyon tetszett neki. Mikor ide jött, akkor... Én ezt soha nem, mai napig nem értettem meg, hogy mitől volt ennek akkora siker. Hihetett, nem tudom. Ilyen bárgyúságot... Hát nagyon jó volt ez tényleg. De ti mai napig is nem értettem meg. Mindenkit a Somogyvári Rudolf. Nem értettem meg ezt a nagy sikert. Egyébként megnézte azért tévében utána? Időnként megnéztem, igen. Lehet, hogy azért nem értettem, mert nem volt hozzá kép, de így... Nem, képvásárlásra. Érdekes. Még a rajzfilmeknél maradva és a szinkronnál maradva, nagyon sokszor szinkronizált a Tapsi Hapsit, az amerikai rajzfilmekben. Azt próbálgattam én azt, de nem ment az. Vagy azt nagyon jól ment az, legalábbis én sokat láttam gyerekkoromban. Azt én csináltam? Igen, nagyon sokszor. Azt nem tudom. Sokszor különálló, önálló filmekben is, mint főszerepet, igen. Rajzfilm főszerepet, és ezen kívül pedig például Roger Nyula Pácban című félig rajzfilm, félig film. Na mert volt egy, amit én nagyon szerettem. Egy bábfilm, egy kis kacsa volt. Nem lehet, hogy Kacsa Kázmér. Kacsa Kázmér? Ez nem rémik sajnos. Isten volt. Egy francia bábfilm. Az arról szólt, csináltak egy ilyen díszletet, minden volt benne, ilyen lakás, vagy nem tudom micsoda, és betettek egy ekkora kis kacsát, élő kacsát, beraktak a díszletbe, és az járkát össze-vissza, rátettek a szárnyára a kis izét, ilyen hátizsákot, amikor iskolába ment, akkor nem csak annak a kiskacsának azt mondták, hogy éreztem állat ilyen, akik értek az állatokhoz, ezek rendkívül kíváncsiak. Jöttek, mentek meg minden, és ahhoz írtak forgatókönyvet. És képzelj el, hogy én akartam ezt megvaltam szerezni, és letörölték. Letörölték, de volt valaki, együtt nyaraltunk valakivel, odajött hozzám egy hölgy, aki fölvette ilyen kazettára, és hogy tegyem át DVD-re.
és itt áttettem, és elvesztettem a... Elvesztettem. Nem tudom, a DVD-t? Igen, elvesztettem a DVD-t. Tehát akkor még sincs meg. És nincs meg a nőnek a címese sem. Azt nagyon szerettem. Azt nagyon szerettem. Az egy olyan érdekes dolog volt, mert én ilyen kíváncsi kacsát én még soha nem szinkronizáltam. Uh-huh. Egy szórakoztató, ide megy, oda megy, most mi lenne, elfeledett, jaj, visszamegyek, jaj, most elfeledett. Szóval, amit egy kacsa, egy ilyen pici kis kacsa össze-vissza járkál, és hozzáírták a forgatókönyvet. Ez hihetetlen, azt nagyon szerettem. Na most van egy másik dolog, amiről most szeretnék beszélni, hogy miért nem szinkronizálok már. Mert ez annyira elüzletiesedett ez az egész műfaj, és most már különböző emberek kinevezik magukat szinkronrendezőknek, és megvesznek kilóra filmeket, és különböző producerek, nem is tudom, hogy kik ezek, és a legkülönbözőbb lebújókba csinálnak műtermeket. És egy ilyen, szóval ami eddig szép volt, az most egy ilyen alantas pénzkeresési, szóval egy ócska lett az egész. De meg is tudom mondani, hogy mikor történt az. Egyszer kaptam egy értesítést, hogy menjek valahol a halál fütyébe, egy gyártelepnek az utolsó emeletére, reggel 8-kor zuhogó esőbe, vaslépcsőkön kellett fölmenni, és akkor volt egy ilyen váróterem, ahol az előző nap kollégák vagy a szinkronizálósok összes cigaretta ételmaradékok ott voltak, és voltak ilyen suflik, azok ott a műtermek. Ilyen 2x2 méteres, nem tudom, ilyen helyek. Nem beszélve arról, és akkor megundorodtam az egésztől, és akkor kérdeztem, hogy kik vannak mellett, kik a partnereim. Soha nem láttam őket. De, és hol vannak? Azt mondja, csak másod, meg harmad, meg negyed dialóg. Na most nem tudom, tudja mi az. Igen. Hát mondom, hát hogy legyen másod dialóg? Hát valamit beszélek, akkor valakivel válaszolok, nem volt kapcsolat semmit. Azt mondja, ne törődjek vele, ezt majd hozzávágjuk, csak mondjam ott. Na most akkor mondom, és mi a szerep, vagy hogy van, azt mondja. Hát régen a Pannoniában olyan volt, hogy levetítették a filmet, és megmondták, hogy ez az. Most pedig azt mondták, hogy az a figura az vagy te. Most ez kicsoda, micsoda, miről szól az egész? Szóval lehető, hogy velem vagy. Na most régebben az volt a Pannoniánál, hogy fölbontották tekercsekre a filmet. Tehát nem volt egy digitális, hogy végigment az egész film, és akkor kapcsolódott be az ember, amikor akart, vagy amikor kellett. Uh-huh. Fölszedték a filmetet, és addig forgattak egy-egy jelenetet, vagy egy, amíg rá nem ment hangilag, színészileg, és akkor utána megint összevágták. Ez biztosította azt a szintet, azt a színvonalat, amit a digitális nem, hát lehet, hogy digitálisan is lehet, én ezt már nem tudtam. De a szomorú vég után akkor próbáljunk rátérni egy kicsit vidámabb, talán vidámabb kezdetekre. Emlékszik esetleg arra, hogy mi volt az első szinkron szerepe, és hogy egyáltalán hogyan került kapcsolatba a szinkronnal? Hát én erre nem tudok válaszolni. Az első szerepem volt, most jutott eszembe, hogy ön mondta, a bátorság iskolája volt, 1951-ben vagy 50, amikor nem is voltam első iskolás voltam, vagy nem is voltam főiskolás, azt tudom, hogy a rendező a Veszeli Ferenc. Dienes. Ja, Dienes, ugye. Összeszedett egy pár fiatal embert, és akkor emlékszem, ki kellett menni a nem is tudom, hogy az nagy szerep volt, vagy kis szerep, azt tudom, hogy udvaron csináltuk. Udvaron? A Kunia filmgyárnak az udvarán is volt az egyik felvétel. Ez érdekes. Nem tudom, hasonlítom, az micsoda.
A mi információink szerint 1954-es a szinkron, tehát olyan 20 éves lehetett akkoriban talán. 54-es? Akkoriban másodéves lehettem, az kettőben. Szóval visszatérve az egészre, hogy ennek volt egy becsülete, ennek volt egy színvonala, ennek volt egy értéke. Ma már, ha megnézi ezeket a kilóra vett filmeknek a szinkronizálát, jellemábrázolás nincs, vagy nagyon minimális, jellegzetes hangok nincsenek. Mindig az az érzés az emberek, hogy mindig ugyanazokat az embereket hallja. És hát akkor ezek a rendezők kiválasztották, hogy erre a szerepre ennek a hangja a legjobb. És a gyakorlatban érez különbséget akközött, amikor mondjuk egy érzette különbséget, amikor egy olasz filmet kellett szinkronizálni, egy franciát vagy egy angolt? Más ritmusban kellett beszélni? Hogyne. Hát mondjuk, amikor a Danny DeVito-t szinkronizáltam. Igen. Akkor hát ez egy más ritmus, más lelkiállapotok. Vagy például azt én soha nem tudtam, próbáltam, azt nem tudtam, a Louis de Funest. Azt nem tudtam. De Funest nem? Nem tudtam. Nem tudtam követni. Tehát volt, aki kihívta a rendező és visszaadta a szerepet? Igen. Hát ez érdekes. Nem tudtam. Az a francia. Tessék? Az egy francia színész. Úgyhogy ezek szerint... Szóval azt a fajta őrületes ritmust, váltásokat, minden, azt nem tudtam megcsinálni. A Danny DeVito viszont nagyon feküdt például. Danny DeVito nagyon feküdt. Igen. Emlékszik hát esetleg arra, hogy mikor, hogy került először kapcsolatba vele? Ki hívta, melyik rendező, milyen filmre? A nagyon kedves, aki most már nem szinkronizál. Jó barátságban is voltunk, mindig koncerteken találkozunk. Na, hozzájárul a zene is ehhez. Feltétlen. Nálunk az adatbázisban az szerepel... Milyen ez? Nagyon szerettem azt a fiút. Nálunk az adatbázisban az szerepel... Mindig nézett a színházba is engem. A Smaragd románca című filmről van szó? A Smaragd románca című filmről? Igen. Na, mondja ki. Nekem se fog eszembe jutni, hogy ki rendezhette. Rehorovszky Béla? Igen. Rehorovszky Béla. Hát akkor mégiscsak tudja. Hát tippeltem. Béla. A generáció alatt. Rehorovszky Béla. A Nilus Gyöngyét csinálta akkor az ízéket. Igen. Szóval ő volt, aki először hívta Danny DeVito-ra, és aztán ez bevált. Ez a pár igen, ezt már ott hagytam. Igen. Ott hagytam, mert akkor történt ez a szörnyűség, az a... Raktárépület? Raktárépület, nem tudom. Tehát ez ott az utolsó. Az utolsó szinkronjában, ezek szerint Danny DeVito szinkronizálta. És akkor gondoltam, hogy ezt én nem csinálom, de nem mertem mondani, hogy nem. Gyába voltam. És kérdezték, hogy mennyit fizessenek. És akkor nem tudom, hogy maradjak ki. Mondtam, egy olyan hatalmas összeget kértem a filmért, hogy tudtam, hogy nem adják meg. Rafinált. Tessék? Rafinált. Igen. Nem akartam mondani, hogy ez egy szörnyű hely, de nem jövök, büdös van. Reggel 80 esik az eső, a partnerem nincs itt, digitális, minden baj, nem látok oda monitorra. De ezt nem mondhatom. Ez egy megfuttamodás. Azt mondtam, hogy ennyit kérek. Elájultak. Elegáns megoldás. Elájultak. És aztán később láttam ezt a filmet, hát valakivel, hát persze, hogy nem tetszett. És akkor voltam olyan viszonyban van a kollégával, megkérdeztem, hogy te, ne arra, hogy nem kontrolozzák, de mennyire vállaltad el? Tized annyiért. Mert utcán sétált, kellett a pénz, meg nem tudom. Hát régen az volt, hogy 10 tekercs voltak, kaptunk érte 350 forintot. A Mézga családért 500 forintot kaptunk. De ha 10 tekercsé alap volt, akkor csak 90 forint volt. Úgyhogy hajtottuk mindig a 10 tekercsre. Volt egy pár olyan dolog, amire
ami úgy meg is maradt, már részemről, és maradt az emlékezetem egy pár olyan szinkron szerep, amit nem én csináltam, hanem mondjuk a Csákányi Laci, vagy a Szabó Gyula, hát a Szabó Gyula, az szenzációs. De aztán voltak olyan. Kár, elment. Most minősíthetetlenek a szinkronok. Kevés jó azért talán készül ma is, de nem sok, az biztos. Igen, úgy gondolom, hogy olyan azok a kollégák, vagy kollégák, hát nem tudom, akik lézergenek az utcán, különböző ilyen maszek magán színiskolába képezik őket. Nem is tudom, hogy tudnak ezek jogosítványt szerezni arra, hogy tanítsák a másikat, és hát ki nem akar színész lenni, mindenki akar színész lenni, és akkor kap egy diplomát, mindjárt nem akarom megnevezni ezeket az iskolákat, mindenki kap egy elvégezt, és akkor na most menjetek az utcára, és akkor szinkronizálnak. Én nekem ez a része az életemnek már befejeződött. De néha nézem, akkor mondom, hű, de jó ez. Ezt elég jól csináltam. Igen? Igen. Esetleg tud ilyet megnevezni, ami nagyon tetszett utólag? Ilyen filmet? Hát, ami Danny DeVito-t szerette. Ikrek, Arnold Schwarzeneggerrel? Azt szerettem, igen. Szerintem ez egy jól sikerült, nagyon jól sikerült szinkron. Aztán volt valami másik is. Ja, ez nagyon jó volt. Valami házaspárról, nem tudom, leszakadt a csillár is. Meg dobjuk ki a mamát a vonatból, vagy nem is. Uha. Mi volt az? Dobjuk ki anyut a vonatból. Igen. Ezeket is szerettem. Na, ott volt egy ilyen jó temperamentumos, azok jó szerepek voltak. Egymásra találás a másik színésszel. Ilyesmi. Tordi Gézával csináltuk ezt a Ikreket. Igen, ő volt a Schwarzenegger. Utálta, úgy, nagyon utálta. De ahhoz képest nagyon jó lett. Úgyhogy a szinkronja meg volt. A Géza nem nagyon szinkronizált. Nekem gyerekkori nagyon kedves emlékem a Szellem Írtók című film, amiben egy Rick Moranis nevű színész szinkronizál. Nem, többször, több alkalommal is szinkronizálta, kétszer, ez egy valami rémlék, igen. Egy második epizódjában is ennek a filmnek, illetve az Űrgolyhók című vígjátékban. Nem emlékszik ezekre? Nem. Ezek már olyan 80-as évek. Ezek már olyan beugrók voltak, uh-huh. Már nem volt arra, szóval nem nagyon figyeltem erre, csak ez meg az. Szóval kezdtem egy olyan rutint felvenni már, hogy pontosan tudtam, hogy ez körülbelül ilyen, meg olyan, meg amolyan. Az képest öt csillagos a megoldás. De ma már nagyon nagy kár. Üresen áll a Pannonia Filmstúdió. Igaz, hogy annak a filmstúdiónak, Pannonia Filmstúdiónak a büféje olyan legendásan jó volt? Ez valóban ezt vissza tudja ön is igazolni, hogy a büfében az élet a Pannonia Filmstúdióban nagyon élénk volt és vidám? Hát hogyne? Hát ott gyülekeztünk, ott találkoztunk azokkal a kollégákkal, akik egyébként nem szoktunk találkozni. Hát ilyen volt a Rádió Pagodája. Igen, ezt a két helyet szokták emlegetni. De a pagoda sincs, rádió sincs. Nincsenek rádiófelvételek. Legutóbbi rádiófelvételem volt egy raktár épületben, Mária utcában, ahol egy ilyen teherlifttel kellett fölmenni egy ekkora teremben. Szinkronizáltunk egy könyvet írtak, azt hiszem, Csizmadia Tibi írta át, hogy egy 100 éves férfi, aki megszökött az öregek otthonában, és egy ilyen kalandokon ment keresztül. Nem is figyeltem, már ezekre nem figyelek oda. Nem érdekel. Sőt, ha látok, vagy hallok ilyen szinkronizákat, kifejezetten, hogy mondjam, rossz véleményem van.
sokan vagyunk ezzel így. Tessék? Sokan vagyunk igen? ezzel így, és ezért is próbálunk tenni valamit egy kicsit. És említette egy korábbi interjúban, amit azt hiszem, hogy Bóta Gábor készített önnel, hogy nagyon szerette, vagy szeret beszélni, foglalkozni a kisebb szerepekkel, amikről méltatlanul kevés szó esik. És ezzel kapcsolatban nekem volna egy kérdésem. A szinkronban, a szinkronizálás során is szerette a kisebb, a jól megoldható kisebb szerepeket? Nem. Nem? Azért kérdezem csak, mert én... Ez már rövid, mert az nagyon rövid ideig tartott, és nem kaptak pénzt érte. Értem, értem. Csak azért kérdezem... Színházban az más. Más. Színházban nagyon fontos a kis szerep. Uh-huh. És miért? Tessék? Miért fontos a kis szerep, vagy hogyan? Azért, mert rövid idő alatt egy egész világot, egy embert kell megformálni, akiről ha az ember bejön, vagy mond valamit, tudja, hogy ez körülbelül ez kicsoda, micsoda. Uh-huh. Ez egy egész, egy világot lehet hozni. Uh-huh. De lehet nem hozni is, csak én szerettem piszmogni vele. Uh-huh. Kisebb szerepet, igen. Csak azért kérdezem, mert én egy néhány évvel ezelőtt írtam egy kritikát, vagyis összehasonlítottam két szinkronját a Profi című Jean-Paul Belmondo filmnek. Hú, az nagyon jó film volt. Na és abban ő szinkronizált, nem tudom, hogy... Én szinkronizáltam? Ez a meglepetés, igen. És én ebből a kritikámból olvasnék fel néhány sort. Egy nagyon-nagyon pici szerepet szinkronizált, nem csak, nem hogy nem részik. Nem aki átmenti, vagy folyosor, vagy ez? A folyosó egymással szemben állt a pisztolypárbaj volt. Valami ez volt. És közben szólt egy virághordó. Ja, ez. Na és... Arra én emlékszem. Emlékszik rá? Arra nagy siker volt, csak nem tudtam, hogy miért. Hát az nekem is egy óriási siker volt, és én erről, vagy nálam is egy nagyon nagy, nagyon népszerű jelent, és erről írtam néhány sort, hogy ezt miért tartják szerintem nagyon fontosnak ezt a szerepet, te ezt a picike szerepet. Veszeli Ferenc volt a szinkron rendezője annak a filmnek. Biztos? Biztos. A mi adataink szerint legalábbis biztosnak tűnik. Az is egy napos dolog volt. Hát az egy néhány fél mondat. Igen. De szerintem nem én voltam abban jó, hanem a figura, meg a szituáció. Én megnéztem franciául, és megnéztem újabb szinkronnal is, szerintem itt egyértelműen. Hát én csak egy mondatot mondtam. Még annyi, néhány mondat töredéket, de az nagyon jól. Ezt a rövid részletet felolvasom, hogyha gondolja, hogy ezt... Tehát... Egy lexikon. Egy nagyon fontos és minden értelemben kicsi epizód szereplő a film tetőpontjánál jelenik meg. Egy virágfutárról van szó, aki megszakítja a két főhős közötti pisztolypárba jelölti feszültséget. Egymást nézi a két főellenség, szól Morricone zenéje, és ebbe az ős feszültségbe lép be egy bohóc. Alacsony, göndör, kopaszodó virágfutár, kétszer akkora virággal, mint önmaga. Aki fogalma sincs, hogy mi történik körülöttük. Megkérdezi, hogy nem tudják-e, hol lakik valami doktor, akinek a virágot viszi. Ezek után veszi észre magát, és szabadkozva bocsánatot kér, és itt jelenik meg a pannóniás szinkronizálás csodája. Veszeli Ferenc és csapata tökéletes helyzetfelismeréssel észleli, hogy ez a három félmondatból álló szerep roppant fontos. Ez az elsőre jelentéktelennek tűnő figura tartja egyensúlyban a tragikomédiát. Ha az ő tréfája jól sül el itt a mű tetőpontján, akkor megtörténik a varázslat. Veszeliék ezt felismerik és kihívják erre a 15 másodperces szerepre Harkányi Endrét. Azt a Harkányit, aki ekkor 1982-ben már mindenki Mézga Gézája, és keresztes pókja, és aki ekkor már az egyik legkeresettebb szinkronizáló színészünk. Tökéletes ritmusérzékkel mondja ezt a pár félmondatot, a néző pedig megsemmisülve ül a vászon előtt, és nem hiszi el, hogy ilyen létezik. Mintha 15 másodperc alatt egy szereplő legmélyéig láttunk volna. Na most, de szerintem ez nem az én érdemem, ez a szituáció. Na most képzelj el egy színházba egy ilyet. Két pali így, és akkor bejön egy passzert, nem tetszik tudni, hogy merre van a keresem azt, és akkor egyszer csak megtörik ez az egész, igen. És hát egy ilyen pokoli, tragikomikus helyzet jár el. Csak én megnéztem ezt eredeti nyelven, ez a filmnek az erénye. Szerintem ezt bárki meg tudta volna. Megnéztem új szinkronnal, ott sokkal
maga franciául tud? Tudok franciául, igen. De jó. Ugye megnéztem eredeti nyelven, megnéztem egy készült, ez egy új magyar szinkron, aki, ahol nem is ismertem föl ennek az epizód szereplőnek a hangját. Ugye a régi szinkronban a főhős hangja, Belmondó hangja Garas Dezső volt, az új szinkronban pedig Gáti Oszkár. Mind a kettő nagyon nívósan. Ez egy nagyon jó film volt, ez a profi. Igen, igen. De örülök, hogy emlékszik erre az epizód szerepére. Nekem egy emlékszem, mert mindenki mondta, hogy ez milyen jó, és nem értettem, hogy miért. Valószínűleg ezért. Mi a célja ennek ez a maga munkásságnak ezzel kapcsolatban? Ez egy műkedvelő hobbi tulajdonképpen. Szabad időnkben csináljuk. A célunk az, hogy a magyar szinkronizálásnak az értékeit amennyire lehet megőrizzük. Beszélgessünk olyan színészekkel, akik szerintünk nagyon nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy minőségi színvonalon és abban nincs folyt a munka. A könyvben, ebben a könyvben nagyon sok mindenkivel vannak beszélgetések, de nem ilyen hosszúak. Önnek is például szerepel benne a most élőben is elmondott története a Gerhard Pál és a Hófehérke esetben. Benne van ebben a könyvben, igen, szerepel benne. Úgyhogy egy-két töredék megvan, de mi úgy gondoljuk, hogy érdemesebb megőrizni egy teljesebb és talán vizuálisabb képet azokról a színészekről, akiknek sokszor csak a hangját van. Hozzá a Gerhard Pálról. Mondtam, hát akkor, most akkor hogy van ez? Hát most akkor nem szóltam egy szót se. Nem baj, vagy újra vetítjük ezeket a dolgokat, és akkor kis hangokat fogsz adni. De mondom, azt ne csináld, mert akkor már megszólal, akkor már hangja, akkor már van hangja a kukának. Ez így jó, ahogy rossz. Ez nem kell hozzá nyúlni. Úgyhogy 7 napig fölvettem a fizetésemet, 7 napig, amiért nem szóltam egy szót se. Ez egy jó szak, vagy egy jó munka lehetett akkor. Tessék? Ez egy jó munka. Hát jó sokat rögtünk. Igen, igen. És tényleg ez a büffé, ez a társaság volt, ez egy arra volt jó. Uh-huh. És általában az ember szét van szorva a különböző színházakba, és ritkán találkoznak olyan kollégákkal, akik került. Uh-huh. Ez hobbiból csinálom. Ez hobbiból csinálom, igen. Kritikákat írtam korábban. Van ez az adatbázisunk, amit ugyan én nem sokat, de szerkeztek, és több kollégám viszont teljes gőzzel gyárt, és nagy tempót diktálva, és a szabadidejüket nem kímélve állítanak össze. Ugye most már nagyjából 18-19 ezer filmnek a szinkronját vittük föl 9-10 év alatt, tehát nagyon komoly munka folyik, és ezt mindenki teljesen fizetés nélkül, hobbiból szabadidejük. De akkor ebből könyv lehet. Hát ez annál már sokkal több, ez egy óriási adatbázis, ami nagyon könnyen és kereshető. Kit fogják érdekelni ezt? Használja már a szakma egyébként. Igen? Igen, tehát a szinkronrendezőknek nagy segítség, látják azt, hogy... Kik vannak olyan szinkronrendezők, bocsánat, akik még megvannak, akik... Akik dolgoznak? Aha. A régiek közül? Vannak sokan, Kosztola Tibor például, Aprics László. Aprics nagyon jó. Ő nagyon jó, nagyon sokan szeretik. Kosztola Tibit is ismerem. Igen. Régebbiek közül kit lehetne említeni? Ez volt a második generáció, amikor én ott voltam. Uh-huh. Juhász Anna például. Az Anna? Igen, Kis Beáta is dolgozik. Őt is szerettem. Igen. Juhász Anna. Nikodém Zsigmond. Őt is ismertem. Zákányi Balázs. Úgyhogy... Ezek jók. Dolgoznak. Ezek még tudják. És ezek hol dolgoznak? Különböző stúdiókban szétszórva. Pincékbe padláson, de... Talán már nem azért. Masterfilm, nem tudom, ismeri-e. Hogyne, hallottam. Ott dolgoznak többen. Balog Film Studio, vagy ilyen... Balog Mix. Balog Mix? Igen, van egy olyan... Azt ismertem, a Balog Gyuszi. Tudod, már csak a Balog Mihály dolgozik. Itt ismertem. De jó volt. Kedves Zoltán! Ennyit az időjárásról, jó? Jó, rendben. Köszönjük szépen, örülünk, hogy találkozhatunk. Írjon a